A vendégek kezdték jobban a meccset, egy 6-0-ás szériával indított a Kaposvár, majd zárkozni kezdett a házigazda, és a negyed végül 19-19-es döntetlennel zárult. A második 10 percben megléptek a mindkét palánk alatt domináló Somogyiak, akik 10 pontos előnnyel mehettek a nagy szünetre. Fordulás után sem változott a játék képe, 17 pontra is nőtt a két csapat közötti különbség, a záró negyedet végül 13 pontos kaposvári előnynél kezdhették el a csapatok. A vendégek továbbra is közelről szerezték kosaraikat, míg a házigazda csak erőlködött, így végül 16 pontos vereséget szenvedve, sorozatban 6-szor kapott ki hazai pályán a Malsó Nyíregyháza. A csapatom nem azzal a mentalitással küzd, amivel kellene. Nem akarok túl sokat magyarázni, a lepattanónak a számát kell megnézni, 48-at szedett a vendégcsapat, 46-ot szedtek ők, 28-at mi. Ez katasztrofális. Ilyen számadatokkal nem lehet mérkőzést nyerni. Teljesen mindegy, mit csinálunk. Ha nem küzdünk megfelelőképpen, akkor nem nyerhetünk mérkőzést. Nem biztos, hogy mindenki érzi, hogy milyen helyzetben vagyunk. A utolsó utáni pillanatban vagyunk most, és nagyon gyorsan észhez kell kapni, mert ez nagyon kevés így. A Kaposvár szezonbeli első idegenbeli győzelmét szerezte meg. A korábban Nyíregyházan játékosként és edzőként is megfordulók Mézi Zolán szerint csapata mind támadásban, mind védekezésben úgy játszott, ahogyan azt elképzelte. A védekezésben nagyon megvalósítottunk minden, amit megbeszéltünk, a játékosok alárendeltek magukat győzelemnek, a csapatnak, egy csapatmunka volt. A Ubilla tartott a kezébe végig a mérkőzést, és a többi játékos a Lepotonuból, ahogy védtünk a Krsztánovic, ahogy védtünk a Millert, ahogy védtünk a Urhot, mit tudom én, ez tényleg nagyon jó volt látni is, és nagyon régóta szeretem látni volna egy ilyen Kaposvárt. Végre úgy játszott, ahogy én szeretem, és nagyon remélem, hogy ennek csak még jobbak is leszünk. A forduló további eredményei: Mavsz Zalaegerszeg 82-85, atomerőműese Pécs hosszabbítás után 98-92, Szombathely Jászberény 176, Szeged Kecskemét 77-73, Sopron Szolnok 88-76 és Albafehérvár Körment 88-72. A tabella élén az atomerőműese áll 12 győzelemmel, megelőzve az egyaránt 11 siker számláló Szolnokot és Zalaegerszeget. A Malsó Nyíregyháza 3 győzelemmel és 11 vereséggel a 12. helyen várja szombati pécsi vendégjátékát.